Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Egy újabb futszál mérkőzéssel jelentkezünk, amint azt láthatják a képernyőn, a Gödöllői Bikák ezúttal a Rába Etó Győr csapatát fogadják. Ez már az utolsó forduló a futszálban, ami a gödöllőiek hazai szereplését illeti. De nézzük először is a gödöllői főszereplőket. Nincsenek sokan, ahogy az elmúlt mérkőzésen sem. Hegedűs Ferenc áll a kapuban majd. Jenei Otto, Baranyai Pál, Lovrencsics Balázs, Nagy Roland, ők lesznek a kezdőcsapat, és kettő cseréje van a gödöllőieknek ezúttal, Jakab Dávid és Pintér András, aki eltiltása után visszatért a mai mérkőzésre, Szente Tamás és Baranyai Pál a gödöllői csapat két vezetőedzője. A Győri Etó összeállításával pedig majd megismerkedünk a mérkőzés közben. A mérkőzés játékvezetője Takács István, segítője Erdélyi Tamás és Szabó Ferenc Szilárd. Tulajdonképpen tét nélküli a mérkőzés a mindkét csapat számára. A gödöllőiek vélhetően a tabella 5. helyén fogják befejezni a bajnokságot. Természetesen szeretnének már egy jó mérkőzést játszani és adott esetben egy győzelmet elérni. Erre ma nagyon kevés esélyünk lesz, de reméljük, hogy megpróbáljuk egy picit megrángatni az oroszlán bajszát, ugyanis a győri csapat már több fordulóval ezelőtt bebiztosította bajnoki címét, hiszen matematikailag behozhatatlan előnyre tett szert, jelenleg 81 ponttal áll a tabella élén, és megelőzi a 65 pontos Berettyó Újfalut. Egy mérkőzésen 3 pontot szerezhet a győztes csapat. Döntetlen esetén pontosztozkodás, mindkét fél egy ponttal gazdagodik. És itt látható a képernyőn a gödöllőiek maroknyi serege. Szente tart egy utolsó eligazítást. A kezdő játékosoknak, akik ugye Jenei, Baranyi, Lovrencsics és Nagy Roland, a kapuban pedig az elmúlt mérkőzésen remek formát bemutató Hegedűs Ferenc. Közben a győriek egy picit megjáratják a labdát, akkor essen szó az ő összeállításukról is. Balázs Zoltán véd majd a Etó kapujában. 7-essel Lódi Tamás, 10-essel Harnis Ákos, 11-essel Drót Zoltán, és 77-essel Dos Santos Martins Hugo José, akit röviden Santosnak fogunk hívni a mai mérkőzésen. És érkezik a pályára a gödöllői Bikák együttese. Egy forduló van hátra egyébként még a bajnokságból a csapatok számára. A jelenleg 3. Aramis otthonába látogat majd a gödöllői együttes, és ebben a pillanatban kezdetét veszi a találkozó, és már is egy gólhelyzet. Szerencsénk volt, Harnis hibázott, de gyakorlatilag 6 másodperc elég volt ahhoz, hogy gólhelyzetbe kerüljenek a győriek. Eddig az összes gödöllő és Győr találkozón hát több mint 8 gól esett, és általában inkább a gödöllői kapuba, mint az ellenfelében. Na nézzük, Harnis egy kedvező pozícióból jár szabad rúgás a győrieknek. Biztos vagyok benne, hogy egy begyakorolt figurát fognak bemutatni itt a dunapartiak. Harnis a labda mögött. Na nézzük, nálunk ott Nagy Roli középen, elindul a mozgás, egy visszalépés, egy távoli lövés, és ott az első gól. 21 másodperc telt el, és vezet a Győri Etó együttese, Drót Zoltán a gólszerző. Megnézhetjük lassítva is, szépen készítelés, gyakorlatilag 11 méterről a bal fősőbe feltekeri. Hegedűs nem védhette. Hát fel van adva a lecke, nem telt el egy perc, és már is vezet a győri együttes, Harnis helyzetben ismét. Jenei volt ott határozott, Lovrencsics hátra Baranyainak, Lovrencsics a saját hatosán belül. Nagy Roli tovább teszi, Baranyai, Lovrencsics, mögé érkezik a labda. A vendégek jöhetnek oldalberúgással. A győriek kispadja teljes, hiszen 1-2-3-4-5 cserével érkeztek ide a mai napon, úgyhogy a frissítésen náluk lesz lehetőség. Harnis.
Santos, Baranyai löki el, nem szabálytalanul ezek szerint. Baranyai és Nagy Roli játszik össze. Baranyai szorul egyre hátrébb. Az előre dobást lefejelik a győriek. Lódi. Drót, a gólszerző. Drót, egy lövé és hegedűs ezúttal véd. Lovrencsics még bent tartja. Balázs Zoltán jön ki a kapujából és teszi jobbra Harnis Ákosnak. Baranyai ezúttal szabálytalanul állítja meg a 11-es számú Drót Zoltán. Baranyai hegedűs. Hegedűs állítja be a sorfalat féltérdelésben. A játékvezető hátrébb rendeli Lovrencsics Balást. Na nézzük, Lódi, a vendégek csapatkapitánya áll a labda mögött. Reméljük, hogy ebből nem születik gól. Lódinak teszik vissza. Baranyai! 3-1 ellen. Baranyai még mindig. Baranyai, elmegy a cserre a védő, és Baranyai egyenlít. Baranyai Pál nagyon szépen kivárt az utolsó pillanatig. Itt lehet majd látni, hogy Lódi elmozdul jobbra a passzra, Baranyai nem passzol, ellövi, és a jobb alsó sarokban köt ki a labda. Kérem szépen, 1-1, váratlan fordulat. Hát nagyon a mérkőzés elején vagyunk még, de minden esetre dicséretes, hogy ki tudott egyenlíteni a gödöllői csapat. Talán erre ők sem számítottak, lehet, hogy egy picit elkönnyelműsködték. Minden esetre az eredmény jelzőn 1-1 áll, és ez nagyon jó hír. Santos, akinek a mezére más van egyébként írva, de maradjunk a Santosnál, ez talán könnyebben megjegyezhető. Ő cselezget. Kapus. Egy váratlan ítélet, a győriek nem erre számítottak. Ilyen emeli keresztbe, bocsánat, Lovrencsics, Baranyai elindul, szépen veszi vissza. Eladjuk a labdát, Santos indul a bal szélen, hegedűs, ott van, majdnem besodorta a combjával. Nagy Roli visszaveszi. Szépen megjátszák Baranyaival. Lovrencsics. Nagy Roland. Lovrencsics el tud menni a védője mellett. Ellövi. A kapusról pattan ki. Kicsit több mint 3 perc telt el, de rengeteg helyzet, változatos, fordulatos mérkőzés. Egyelőre jól szórakozunk. És Lovrencsics Balázs rúghat szögletet. Nagy Rolanddal. Játszik össze, Baranyai kéri, de nem kapja egyelőre, Nagy Roli. Baranyai keresztbe, egy lövési lehetőség, Lovrencsics rádurrantja. Egy jó 2 méterrel ment a kapu mellé, talán annyival sem. Íme a főszereplő. És közben frissítenek a győriek, nálunk erre nem sok lehetőség lesz a mérkőzés folyamán. Drót a 16-oson belül, de egyelőre jól védekezünk. A 4. perc végén járunk már. Lódi egy lövés ballal. Lemaradtak róla a védők. Szerencsére hegedűs biztosított, de a kaput nem talált el a labda. Drót ismét. Fábio. Egy középre adott labda, nincs ott. Fekete mezes. Jenei. Bocsánat, Lovrencsics. Folyton keverem őket. Baranyai. Balázs ismét, Lovrencsics. Ellökik egy picit, Jenei most. Nagy Roland hátrafele kényszerül. Aztán az előrepassz sajnos Balázs Zoltán kezében köt ki.
Egyelőre remekül tartják magukat a gödöllőiek. A legutóbbi hazai meccsen nem úsztuk meg 10 alatt, hát reméljük, hogy most megússzuk, és még gólt is tudunk lőni. Lepattan a labda, szöglet Baranyai. 12-essel Rodriguez, Juan Ramon lőtte el. Szegi, Lódi, keresztbe dróthoz, nem, Guarraz. Közben frissítettek ugye a győriek, és egy jó hátra urított labda Hegedűs remek ütemben érkezik. Lovrencsics, Nagy Rolanddal, elakad a passz, aztán ugyanúgy Pintér. Ugyanígy jártak a győriek, az ő passzuk is elakad, Pintér, Baranyainak. Lovrencsics most már, és kiperdül a lábáról a labda az oldalvonalon túl. Fábio és Santos játszik össze. Gyakorlatilag az összes idegen légiós a pályán a vendégeknél. Pintér! Megpróbálta ellőni váratlanul egy félfordulatból, nem sikerült neki. Jöhet Balázs Zoltán a vendégek kapusa, de oldalról kell elvégezni a berúgást, hiszen ott ment ki a labda. Santos, Fábio, Szegi, újra Fábio. És Santos ott középre adott labda, Nagy Roland érkezett remekül. Pintér lábáról elpattan, de nála marad. Szépen csinálta Jakab. Jakab elmegy egy lövés mellé. Szépen vállalkozott Jakab Dávid. A lövése sajnos elkerülte a kaput. Fábio. Egy lövés, Szegi! Gyakorlatilag váratlanul keresztbe futott, és kapásból ellőtte Szegi. Nagyon szépen fel. Itt lehet látni, elmegy keresztbe, Szegi ellövi Hegedűs feje fölé. Mindez a 7. percben, tehát 2-1-re most már a győri együttes vezet. De bízunk abban, hogy ismét egyenlíteni tudunk. Baranyai az egyetlen gödöllői gólszerzője. Pintért birkozzák le, nálunk marad a labda. Nagy Roli elpattan egy picit tőle, de még meg tudja tartani. Gödöllői berúgás. Nagy Roland Pintérrel, Pintér megtartja, Nagy. Tovább Baranyainak, Jakabot eltaszítják, és szabadrúgás. Remek pozícióból, kb. 10 méterre a kaputól. Santos volt a vétkes. 5 méter, ugyebár, az körülbelül a 6-oson belül lesz egy méterrel. Igen, pontosan ott Baranyai áll a labda mögött. Nagy Rolival beszélik meg, hogy mi legyen. Szerintem itt egyértelműen a lövés mellett fognak dönteni. Baranyai ellövi a kapusvét. Nagy Roli. Hátra Baranyai. Elveszítjük a labdát nagyon rossz helyen és rosszkor. Szépen ért vissza Nagy Roland. A 8. perc legelején járunk, amikor 2-1-re vezet a már bajnok győri Eto csapata. Santos szépen szerezzük meg, Kim volt, Jakab Dávid szépen ugrott oda, de sajnos nem tudta bentartani. Baranyai visszafordul, kénytelen, Hegedűssel játszik össze.
Hegedűs nem indít, középre teszi Jakabnak. Jakab tanástalan, el is veszik tőle a labdát. Három győri, két védő, most már visszazárunk. Ott sajnos győri szempontból elcsúszott a labda. Nekünk ez jól jött. Jakab és Jenei. Szép passz. Kár, hogy a győri láb közben nyúlt. Baranyai remekül helyezkedett. És ez így szabálytalan, úgyhogy jöhet a gödöllő. Közvetett szabadrúgás. Beszorította a labdát tulajdonképpen a lábai közé. Nem engedte, hogy Baranyai hozzáférjen. Jakab lép vissza. Na nézzük, Jenei. Szembe vagyunk a kapuval. Elveszítjük a labdát. Bárdosi keresztbe, ott nincsen győri érkező, hál' Istennek. Lódi, Harnis és Drót. Újra kezdő, négyes, Harnis remekül védett, Hegedűs ismét. Jó ütemben érkezett. Aztán egy könnyelmű passz, de nálunk marad. Lovrencsics teszi hátra. Baranyai indítja Jakabot, Jakab helyzetben fölé lövi. Jó lehetőség volt. Baranyai remekül vette észre a kiugró Jakab Dávidot, aki 6 méterről rúgta a labdát fölé fordulásból. Nem volt könnyű szituáció, benne volt a gólszerzés lehetősége. Harnis viszi keresztbe, Lódihoz továbbít. Aztán Baranyai érkezik, mint egy gyors vonat, és gyakorlatilag Drótot arrébb teszi egy jó másfél méterrel. Törölni is kell egy picit. Nem nagyon kímélte ellenfelét. Hegedűs. Itt pedig a részletek. 2-1-re vezet a Győr, és 3-1 a szabálytalanságok aránya. Közeledünk a félidő feléhez. Baranyai és Jenei alkotja a kéttagú sorfalat. A kapuban pedig Hegedűs Ferenc. Drót keresztbe. Baranyai pedig számon kéri Jakabot. Harnis. Harnis ismét. Nem értették meg egymást Dróttal. Drót már visszafele mozgott. Jakab kis ilyen elveszíti. Lovrencsicssel a kényszerítő, lefülelik. Drót. Lódi. Lódi nyugtatja a többieket, nem kell rohanni, illetve Harnis volt az, majd Lódinak adta Bárdosi. Közben léptünk, marad a győrieké a labda. Az utolsó fordulóban egyébként a Gödöllő az Aramis otthonába látogat majd. Az Aramis jelenleg a harmadik helyen áll 49 ponttal, és már senki nem fenyegeti ezt a helyét, úgyhogy a bronzérmes az Aramis, a második a Berettyóújfalu, tehát tulajdonképpen a dobogó már kialakult az idei futszál NB1-ben. Még egy hangyányi esélye van a Gödöllőnek, amennyiben le tudja győzni az Aramis otthonában az Aramis, és a Szeged két vereséget szenved, akkor pontban beérik őket, és 42-42 ponttal egy sárga, nem, egy szabad rúgás. Tehát az utolsó fordulóban, hogyha sikerül legyőzni az Aramist, akkor meg lehetne előzni a Szegedet.
jó lövés Lovrencsistől, de remekül helyezett Balázs, lehelyezkedett Balázs, Baranyai egy picit lemaradt, lehet, hogy ott lőnie kellett volna Jeneinek. Baranyai Pál a képen, rengeteget futott eddig, és még csak 10 perc telt el a 40 perces találkozóból, és nem nagyon van lehetősége frissíteni a gödöllőieknek. Jakab kicselezte saját magát. Drót tartja meg. Hódi keresztbe, Harnis, drót játszik össze. Egy eladott labda. Jenei. Jenei. Kisodródott. Továbbra is 2-1-re vezet a győri együttes. Oldalról jöhetnek a vendégek. Minden esetre 10 perc elteltével csak egy góllal áll rosszabbul a gödöllői társaság. Mondom ezt akkor, amikor betalál drót. Ja Istenem, miért kezdtem bele ebbe a mondatba? Tehát Drót Zoltán találatával most már 3-1. Na nézzük, hogyan is hozták össze. Harnis vetette Drótnak, aki már az átvétellel előnybe került. Megverte Baranyait. És a lövése a kapuban kötött ki. Szóval akkor úgy folytatom a mondatot, hogy 10 perc elteltével csupán 2 góllal vezet a győri együttes. Ez úgy gondolom, hogy nem egy rossz eredmény. Pláne úgy, hogy még gólt is tudtunk rúgni. Baranyai ismét helyzetben ugorhatott volna ki, ha egy picit rövidebb ez az átadás. Most már nagyon kell figyelni a gödöllőieknek arra, hogy pontosan kell játszani, és érkezik ismét egy teljes sorcsere a vendégeknél. Szegi. Ezúttal jól helyezkedik. 85-össel Horváth Gergő van ott. Bent van a pályán Fábio is. Pintér. Nálunk most ő a friss ember. Horváth tette arra egy Lovrencsik Balázst. Egy lövési lehetőség. Céltéveszt. Juan Ramon Rodriguez vette a kezébe a labdát, majd juttatta vissza Hegedűshöz. Pintér. Pintért szereli, nagyon szépen, tisztán. Egy passz keresztbe nem jut el a címzethez. Remekül lépett közbe Lovrencsics Balázs. Szöglet. Minden esetre a 3-1 az azért nem lehet megnyugtató a vendégeknek, tehát dolgozniuk kellene a gólszerzésen. Marad a Győrnél a labda. Egy szép keresztátadás mellett le is veszi Horváth Gábor. Horváth Gergő. Fábio. Jenei védekezett jól. Aki ismét Lovrencsics természetesen. Szegi. A második gól szerzője. Egy remek lehetőség, és kimarad. Szépen ment el Lovrencsics. Benne volt a lehetőség ismét egy gödöllői gólszerzésnek, meg volt a lehetősége. De marad a labda a győrieknél, és ez azért fárasztó, hogy mindig a vendégeknél van a labda, és a védekezésre kell koncentrálni, nem pedig arra,
csordogál a játék, amire mi szeretnénk, de most ezúttal egy kicsit ismét hosszú a keresztpac. Balázs remekül játszik eddig. Oldalról kellene ismét elvégezni, hiszen ott hagyta el a labda a játékteret. Jakab szerez labdát. Talán egy picit könnyelműek a győriek. Szegi rúgta el Jakab lábai közül. És egy időkérés. Három egyre vezette hát a győri Etó csapata Drót Zoltán, Szegi Szabolcs és Drót Zoltán találataival. Már az első percben vezetést szereztek, amit a második percben Baranyai Pál ki is egyenlített, tehát 6 percen át, 7 percen át tulajdonképpen döntetlen volt a mérkőzés állása. Majd 4 perc alatt kétszer is betaláltak a vendégek, a már bajnok vendégek, akik nagyon kimagasodtak ebből a mezőnyből ebben a bajnokságban, hiszen 20 pont a különbség az első és a második helyezett csapat között, ez rengeteg, ez azt is jelenti, hogy már fordulókkal a bajnokság vége előtt bebiztosította a bajnoki címét a győri együttes. Szente Tamás magyarázott a társainak, a tanítványainak, és folytatódhat a mérkőzés. Frissíteni továbbra sem tud a gödöllői együttes, sérülések, eltiltások, munkahelyi elfoglaltságok hátráltatják a gödöllői csapatot, a gödöllői játékosokat abban, hogy részt tudjanak venni a futszál mérkőzésen. Nagy Roland elviszi keresztbe, Nagy Roland vissza, Pintér, kis hiány jó, az elképzelése nem volt rossz, csak nem tudta kivitelezni, amit szeretett volna. Horváth. Fábio. Egy flegma. Bokapasz Szegitől. És egy kis technikai probléma. Folytatódhat most már a mérkőzés. Micsoda helyzet, micsoda helyzet. Felismerés és nagyon szép gól. Fábio a gólszerző fölvarja gyakorlatilag a jobb fölsőbe egy helyezkedési hiba után. Négy egy ezzel most már, és közeleg a félidő vége, azért a három gól az már megnyugtató. Úgy tűnik eldönti a mérkőzést így a félidő hajrájára a győri együttes. Jakab. Baranyai. Újra Jakab. Lovrencsics mozog keresztbe. Fábio. Megindítja drótot. Fábio, egy lövés! Remekül véd Hegedűs. Hegedűs Ferenc ismét jó formában van a mai napon. Úgy gondolom, hogy ma sem nagyon tehetett a gólokról, kiszolgáltatott helyzetben volt szinte mindegyik esetben. Ahogy ebben is, de most remekül hárít újra. Nem kellett hozzáérnie, innen úgy tűnt, hogy hozzáért. Ezek szerint mellé ment Nagy Roland. Santos fenyegette őt, aztán végül is marad nálunk a labda. Hegedűsnek keresztbe a passz. Jakab Dávid próbálta középre besarkazni. Hagytuk lőni Santost. Azért nem szabadna. Jenei teszi le. Nagy Roli. Jakab két ember között, a harmadik már az útját állja, és ezután Jakab Dávid a szabálytalan. Frissítenek is, azonnal kihasználják a pihenőt, és érkeznek be az új emberek.
mi is tudunk egyet cserélni, érkezik Pintér, illetve Lovrencsics érkezett be Jenei helyett. És mivel a hatodik szabálytalanságot követte el a gödöllői csapat, ezért büntető rúgás következhet 10 méterre a kapunktól sorfal nélkül. Hegedűs, a kapufal hárít, aztán kimarad a lehetőség. Ezt az ítéletet nem értem pontosan, egy biztos, hogy kimaradt a büntető. Óriási szerencsénk volt. Lovrencsics pattintja rá ellenfelére, mégpedig Bárdosi Edmondra. Lovrencsics egy lövés, Balázs helyezkedett remekül. Lovrencsics fájlalja egy picit a lábát vélhetően. Aranyai nagy. Pintér próbálta ott két ember között elhozni, nem sikerült neki. Nagy Rolandot pedig nem tudja átjátszani ott Fábio. Illetve Santos, Horvát. Én is csak keresem a neveket. A lényeg az, hogy kimaradt ez a lehetőség. 4,5 perc van hátra a találkozó első félidejéből, és 4-1-re vezet a vendégcsapat, de rengeteg helyzetük van, és nagyon sokat kihagynak. Úgy gondolom, hogy nem játszanak jól a győriek, annak ellenére, hogy vezetnek. De majd ez kiderül a végén a edzői értékelésből, mennyire elégedett csapat a játékával. A vezető edző, aki nem más, mint Marco Antonio Angulo López. Szépen tartják a győriek a labdát, mi pedig újra védekezésre kényszerülünk. Pintér helyezkedik jól, és nyúl bele drót lövésébe. Jár is a szöglet. Egy másodperccel kevesebb, mint 4 perc van hátra az első játékrészből. Ismét jól helyezkednek a vendégek. Ezúttal nem találnak be, nagyon veszélyesek pontrúgásokból. A becsúszó szerelés sikerült. A labda végül is kikerül az oldalvonalon kívülre, Nagy Roland hozhatja majd játékba, és hát fáradni látszanak a gödöllői játékosok, nem csoda. Na, itt van az úriember, akinek az imént mondtam végig a nevét, López úr. Bárdosi. Lódi, egy esernyő. Nagy Roli kapta, majd Lódi helyzetben, Lódi teszi be középre. Lovrencsics kisodródik, onnan is megpróbálja ellőni. Onnan azért viszonylag nehéz gólt rúgni. Santos hozza, drót. Drót keresztbe, talán laposan kellett volna. Hál' Istennek nem úgy csinálták. Figyelnünk kell, hiszen most már minden egyes szabálytalanság büntető rúgást von maga után. Visszakerül Jeneihez, kis szerencsével. Újra Jeneihez, újra szerencsével. Pintér. Hozzáért Bárdosi bokája. Jenei. Aranyai. Talán Hegedűsnek lenne a legokosabb. Igen.
Kínai ismét. Oldal csere van. Vezényel a vendégedző. Drótot biztatgatja. És a többieket is. Egy eladott labda, jöhetünk. Horváth Gergő adta el. Baranyai. Talán egy picit most felpörgött a Gödöllői társasága végére. Baranyait lökik rá a palánkra. Meglehetősen higgadtan tűri. És végezte a szabadrúgást. Baranyai. Baranyai. Jenei lő. Lábbal véd Balázs. Harnis. Dróttal. Nem drót, bocsánat, hanem. Rodriguez. Két magas játékos. Visszafejelt labda. Rodriguez. Most Harnis. Horváth. Harnis Ákos. Szegi be középre. Hegedűs lábában bukott fel ott Szegi. Illetve nem Szegi, Horváth. Nagyot esett, de nem volt szabálytalanság. Jenei rúghatja majd be a labdát. Baranyai Jakab. Jakabot együttes erővel sikerül leszerelni. Harnis Ákos volt az, aki szabálytalankodott. Nagy Roli be középre. Baranyai. Hát most egy kicsit elképzeléstelen a gödöllői támadó játék. Próbáljuk megtalálni a gyenge pontjukat a győrieknek, csak sajnos abból kevés van. Baranyai és nagyon is sokat szor már egymás között. Jenei! Kint van a kapus a kapujából, csak nem tudjuk úgy betenni, hogy abból lövőhelyzet alakuljon ki. Egy felcsillanó lehetőség, nem szabad bántani Dávid. Nagy Roli! Ellövi. Nem sok van már hátra. Pontosan 25 másodperc. Nagy Roland oldalról, illetve a sarokból. Elveszítjük a labdát, így kijelentetem, hogy az első félidő végeredménye 4-1 lesz, nem akarom még elkiabálni, hiszen még egy lövés 3 másodperccel a vége előtt, és még egy győri oldalberúgás, ami szintén veszélyes lehet, és ahogyan azt láttuk a mérkőzés elején, 3 másodperc is elég ahhoz, hogy gólhelyzetet alakítson ki a győri együttes. Harnis, 1-1-ben üresek kapufa! Na, most már talán kockázat nélkül kijelenthetem, hogy marad a 4-1. 3 gólos hátrányban egy fél időnyi játék után a gödöllői csapat. Ahhoz képest biztató, ahogyan a legutóbb a győriek elbántak velünk. Hát reméljük, hogy tudjuk tartani majd a lépést velük a második fél időben is. Úgy gondolom, hogy nagyon jót tesz majd a pihenő a gödöllőieknek. Folytatódik is a találkozó, Nagy Rolandék indították útjára a labdát, természetesen megtörtént a térfélcsere, továbbra is kékben a gödöllői csapat, és továbbra is csak 6 fős a személyzet, a legénység.
És az első percben egy könnyelmű flegma befejezésnek köszönhetően nem kapunk gólt. De megint elég volt pár másodperc a kialakításhoz a helyzet. Kialakításhoz Lovrencsics! 27 másodperc telt el a második félidőből. Egy előre ívelt labda. Lovrencsics remekül kezeli le és egyből helyzetbe kerül, majd kilövi a jobb alsót. Balázs Zoltán csak nyomozni tudta a labda útját. Na, már is 4-2. Azt kell, hogy mondjam, hogy szoros a találkozó. Újra bármi lehet, hogyha bírják a fiúk. Lovrencsicssal szemben voltak szabálytalanok. Na, jól van. A 21. perc eseménye volt ez. Lovrencsics, ezúttal nem sikerül a passz, pedig Baranyai volt ott egyedül. Nem jutott el hozzá a labda. Fábio, belenyúlnak a lövésbe, de remekül helyezkedik Hegedűs. Egy eladott labda, lemarad Lovrencsics. Meg kellene állítani a játékot, kis ilyen gólt kaptunk ebből, feküdt egy játékosunk. Lovrencsics az imént rúgott gólt, és most bajban van. Le kell, hogy jöjjön. Hát nagy érvágás lenne a gödöllőieknek, hogyha nem tudná folytatni, több szempontból is. Az egyik az, hogy remekül játszik, a másik az, hogyha ő sem lesz hadrafogható, akkor egyetlen cserével kell tovább játszani a gödöllőieknek. Nem volt kint a labda teljes terjedelmében. És egy közvetett szabad rúgás. Baranyai Pál nagyon mérges Jakab Dáviddal vitatkozik, és a hatos vonalról jár szabad rúgás a vendégeknek. Hát ez életveszélyes, mondanom sem kell. Az összes győri pontrúgás az, de 6 méterre a kapunktól különösen. Úgy is van, Lódi. Gyakorlatilag egy keresztpassz után Lódi 9 méterről felvarta a labdát a léc alá. Harnis mozog be, gyakorlatilag egy zárást hajt végre. Nagy Roland útját zárta el. Lódi pedig gond nélkül ballal felküldte a labdát a léc alá. 5-2. Minden esetre eseménydúsan kezdődik a második játékrész is. Hiszen az első és a második percben is gól volt, most pedig a 21. és 22. percben is. Reméljük, hogy most egy gödöllői találat következik a sorban. Santos keresztbe, aztán egy lövés. Nem születik gól. Baranyai. Nagy Rolanddal játszik össze. Baranyai többször is megpiszkálták, de nem volt szabálytalanság. Egész pályás letámadást alkalmaznak a vendégek. Jakab eladja, Lódi. Jakab. Dadog egy picit a labdája. Jakab becsúszva ment Fábio. Törölni is kell. Gödöllői oldal berúgás következhet. 5-2. Minden igényt kielégítő mérkőzést láthatunk eddig. Van benne rengeteg esemény, gól. És nem áll olyan rosszul a gödöllői csapat, mint amire esetleg számítottunk. Sőt, azt kell mondanom, hogy tartja magát
Most kár igazán azért, hogy nincsen több cserejátékos, több friss ember. Egy lövés, Nagy Roland elkerüli a kaput, hiszen teljes legényzettel, teljes személyzettel Fábio ugrik ki, Fábio, gól! Heged is mozgott ki, és Fábio nagyon elegáns mozdulattal emelte föl a labdát. Két ember között egy helyezkedési hiba ott középen ismét, Hegedűs hiába érkezik. Talán nem kellett volna kimozdulni a kapujából, de hát ő így érezte. Jakab, Nagy Roland kimarad, remekül véd Balázs. Törölni kell ismét. Itt most már Matkovics a kapuban a vendégeknél, 21-essel. Egy vendégszabálytalanság, és 6-2 az állás a Rába Eto Győr javára. Hangsúlyozom, a már bajnok együttes vezeti a találkozót. Itt pedig Hegedűs, aki talán az utolsó gólnál egy picit lehetett volna türelmesebb, hiszen meglehetősen kiszorított helyzetbe kapta a labdát Fábio. Nagyról jön Baranyai lövés, lepattan a labda. Fábio nyújt oda. Baranyai, Nagy Roland. Leteszi középre, egy ollózás, Jakab. Szép volt. Meg is tapsolja a gödöllői közönség. Harmis Ákos és Horváth Gergő. Ajaj. Tovább engedi a játékvezető, hát mintha a kezére pattant volna a labda. Nagy Roland. Baranyai. Jaka próbál elmenni a bal oldalon, el is tud menni, beteszi középre, nincs ott senki. A vendégek edzőjének nem tetszik valami, de a kispadon ülő játékosokkal vitatja ezt meg viszonylag nyugodtan. A pályán pedig nagyon nyugodtan játszik a csapata. 6-2-es vezetés birtokában Fábio, Rócz Zoltán, ő is veszélyes azért onnan. Harnis kapja vissza, Harnis teszi be, széles. Heged is hozhatja a játékba a labdát. Baranyai Pált kell nyugtatni. Nem szokatlan jelenet, hogy Baranyai Pált fegyelmezi a játékvezető egy mérkőzésen. Jakab szépen rázta le magáról az embert. Aztán elveszítjük Drót. Rodriguez tette tovább. Drót lövése. Fölé zúg. Jakab. Nagy Zsoli, Jakab. Jakab lendületben, Jakab. Jakab bent tartja. A lövésébe önfeláldozóan belevetődött Juan Ramon Rodriguez. Nagy Roland lövése sem talál ösvényt a kapuig. Pintérrel szemben szabálytalanok.
Dávid fogja elvégezni, már meg is tette, Baranyainak továbbította a labdát, Nagy Roland érkezik, Jakab előtte a terület, Jakab lendületbe jöhet, elfekteti az emberét, de föláll Harmis Ákos. Aztán ismét szabálytalankodok vele szemben. Két szabad rúgást is sikerül kiharcolnunk. De még ez is kevés ahhoz, hogy büntetőt rúgjunk. 3-0 a szabálytalanságok aránya. Hát ebben is a vendégek vezetnek. Igaz, ez nem annyira jó hír és örömteli a számukra, mint az, hogy 6-2 a mérkőzés állása. De hát sok van még ebből a fél időből. Jakab. Jakab lövi el, és gól! Jakab gólt szerez! Hát szerencséset ugyan, de mindegy, hogy miért. Nézzük. Pintérnek adják. Pintér. Hátáról, oldaláról pattant be a labda tulajdonképpen. 6-3 az állás. Újra szorosabb a találkozó, majd Pintér szabálytalan. És újra egy pontrúgás. Újra egy győri pontrúgás, ami általában nagy veszélyekkel szokott járni. Harnis áll a labda mögött. Harnis. Rodriguez. Jakab mehet. Jakab. Egy picit kibillentette csak Harnis. Épp annyira, hogy ne legyen szabálytalan. Nagy Roli rendezi. Nagy Roli, Jakab. Illetve Baranyai. Csak én már azt vártam, hogy Baranyai esetleg Jakabnak visszateszi a labdát, és akkor ott egy nagyobb gólhelyzet alakulhatott volna ki. Baranyai végezheti el újra a berúgást, Pintér. Baranyai a földön marad, középen Rodriguez érkezik. 7-3, nincs szabálytalanság. Hiába álltak meg a gödöllőiek, hogy esetleg ott valami szabálytalanság történt. Jó a keresztpassz középre. Hegedűs nem érhetett vissza a másik sarokra, illetve visszaér, de fölötte kényelmesen be tudta rúgni a labdát. Azt mondja, hogy Calvo Rodriguez Juan Ramon, a teljes nevét szerettem volna felolvasni önöknek, ő szerzi tehát a 7. gólját a vendégeknek. Kim volt a labda. Drót. Drót nem ért ezzel egyet, de hát teljesen mindegy, hogy ő mit gondol, hogyha a játékvezető úgy dönt, hogy oldalról jöhetnek a gödöllőiek. Hegedűs. Jakab mozog vissza. Aztán Baranyai lábáról csúszik el a labda. Az alapvonalon kívülre. Jakab jön most le. Érkezik helyére, kizárásos alapon, Jenei Otto. Drót, és megfogjuk! Újabb pontrúgás, újabb nagy veszély. A kapufáról Hegedűs kezébe pattan a labda. Pintér nagyon szépen teszi vissza, óriási gól! Jenei! Gyönyörű volt! Pár másodperccel a gólhelyzet előtt még a gödöllői kapufán csattant a labda, Pintér. Ez nagyszerű mozdulat, ahogy ezzel a visszahúzással két embert is kibillent, majd remekül áll a középre az érkező Jenei elé, aki 5 méterről az üres kapuba gurítja a labdát. 7-4. Jó kis mérkőzés, remek hangulat és szép eredmény. Bármennyi is lesz a vége, remekül helyt állnak a fiúk. Milyen kevesen, olyan lelkesen futballoznak.
De újra jöhetnek a győriek. Jene Jottót át a 27. percben módosítja az állást 7-4-re. Ott Lovrencs is meg kellett jól védekezni, aki visszatért, és úgy tűnik, hogy tudja folytatni a játékot. Baranyai lábáról pattan le a labda. Fábio középen helyzetben, Bárdosi, szabályosan vettük el tőle a labdát. Santos kapja vissza, Santos, belenyúlt Hegedűs, nagyon kellett az ő lába, el ne adjuk ott. Jenei. Lovrencsics megy el, szabálytalanok vele szemben. Egy sárgala Fábiónak. Lovrencsics Balázs volt a szenvedő alanya ennek a szabálytalanságnak. Baranyai végzi majd el a szabadrúgást. Egy picit közelinek éreztem a vendégjátékosokat a szabadrúgás helyszínéhez, a játékvezető nem rendelte vissza az esetet. Úgyhogy folytatódhat a mérkőzés 7-4-es Rába Eto vezetéssel. Az utolsó gólt a gödöllőiek szerezték, Jene Jottó révén ezzel szépítettünk, és zárkóztunk föl három találatra. Jól tartják magukat a bikák. Szépen járatják viszont a labdát most a győriek, egy jó csel. Két ember között sikerül elmenni, nem, Lovrencsics, kapufa, Szegi. Hát ajtóablak volt. Hál' Istennek Szegi elkönnyelműsködte. Hát igen, talán, hogyha ez a 8. fordulóban van ez a találkozó, és még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, akkor jobban koncentrál. Jól nyúlt bele Matkovics Gábor. Szép megoldás volt Baranyaitól. Jó a mérkőzés. Jöhetnek a győriek ismét. Bárdosi. Szegi. Santos. Santos mozog be, nem kapta a labdát. Jenei kivár, majd rárúgja Szegi lábára. Baranyai emeli előre. Egy jó lehetőség Pintér. Előtte Matkovics véd. Picit gyenge volt a lövés. Egy gyors visszapassz. Lehet, hogy jobb helyzetbe hozta volna Lovrencsics Balást. Pintér minden esetre nem ezt választotta. 9 perc 17 telt el a második félidőből. 4 szabálytalanságnál járnak a vendégek. Ez minden esetre jó nekünk, hiszen az 5. után, illetve hát a 6. után már büntető jár a gödöllőieknek. Marco Antonio úr meglehetősen nyugodt. Szerintem Szentéről is ugyanez elmondható a gödöllőiek edzőjéről, hiszen valószínűleg nincs olyan elvárás a csapatától, hogy meg kellene nyerni ezt a találkozót. A tisztes helytállás pedig már sikerült, és még messze a vége. Santos keresztbe, ez is jó, eljut Bárdosihoz. Nem hiszem, hogy így gyakorolták ezt a figurát, hogy ott becsúszásból adja vissza a paszt. Bárki is. Minden esetre jól nézett ki. Bárdosi, Fábio.
Fábio tanástalan egy pillanatra, de megoldódott a helyzet. Fábio újra. Santos. Santos egy lövés, hegedűs. Majd Szegihez pattan a labda, de ő. Aztán egy szabálytalanság. Az ötödik. Mostantól büntetőrúgást jár a gödöllőnek. Elveszítjük a labdát, Szegi teszi ki, Santos, könnyelmű volt. Lovrencsics vissza Baranyainak. Baranyai kiviszi. Baranyai folyamatosan mondja, nem tetszik neki. Valószínűleg úgy gondolta, hogy szabálytalanok voltak vele szemben, hiszen kitették az oldalvonalon túlra. Labdástól. Santos végezhet el berúgást, meg is teszi. Egy lövés Rodriguez-től, a kipattanót Bárdosi rúgja föl az égbe. Nagy Rolinak. Ez most hosszú. Talán az első félidő tizedik percében meg lett volna még, de Nagy Roli is rengeteget futott a mai mérkőzésen. Három-négy perce gól csend van a mérkőzésen. Különösebb helyzetet sem láttunk, talán ott azt a kapufát leszámítva. Egy picit leült most az Iram. Na de nézzük majd most. A keresztpassz nem jó, Harmis lép közbe. Juan hozza visszafele. Majd vágja előre. Nagy Rolinál köt ki a labda. Nagy Roland keresztbe Baranyai, egy lövés, előtte drót kezét. Juan. Drót, illetve Harnis. Jenei. Jenei keresztbe. Na, most egy picit felélénkülnek a csapatok. Kipihenték magukat, úgy tűnik. Baranyai. Lovrencsics. Nagy körbejár tehát a labda a gödöllőiek lábán. Jenei. Kezdhetjük előről. Baranyai. Annak ellenére, hogy a gödöllőnek dobogós álmai voltak, a rájátszás nagyon rosszul sikerült, hiszen tulajdonképpen nyeretlen a csapat a teljes rájátszást nézve. Egyetlen pontot sikerült szerezni. Egy döntetlennel, de győzelmet nem tudott elérni az együttes. És hát valószínűleg a mai napon sem fog tudni. Az egyetlen reményünk, hogy az utolsó fordulóban az Aramis otthonában sikerül győzelemmel búcsúzni, ami azt is jelenthetné, hogy beérjük pontszámban a Szeged együttesét, amennyiben a szegediek vereséget szenvednek, és így még az előzés sem kizárt, a gól különbség számít. Gondolom én, de nem vagyok benne biztos, hogy mi tartalmaz. Pontosan a versenykiírás, Harnis kerül helyzetbe, de cimbalom szögből nem tudta bevenni a kaput. Hegedűs remekül zárta ott az utat. Egy újabb gól, fel se eszmélünk, és egy pontrúgás után újra bent van a labda a kapuban. Szinte hihetetlen, hogy majdhogy nem az összes gól pontrúgásból esett. Ezúttal Drót Zoltán volt ismét eredményes, a harmadik találata 8-4 ezzel. Viszont 5 szabálytalanságnál jár a vendégcsapat. És még azért sok van futszál mértékkel nézve az eseményeket a találkozóból. Így bőven beleférnek a szabálytalanságok.
a büntetőkkel lehetőségekhez jutnánk, juthatnánk. 8-4 tehát Drótz Zoltán góljával. És a 33. percben járunk. Most már a 34-ben, ezúttal Hegedűs remekül csúszik oda. Rodriguez, ő is szerzett már gólt. Harnis szép csel, Harnis kapta vissza. Rodriguez-től, de nem jut el hozzá a labda. Jakab, na, jöhet egy gödöllői lehetőség. Jakab szépen hozza, még mindig Jakab ellövi gól! Jakab Dávid nagyon szépen végigvezette a labdát, bement középre, talán a passzra számítottak a vendégek. Hát fogta magát, itt veszi át a labdát, a félpálya előtt egy picivel, megveri Lódit, elindul, Lódi nem követi nagy elánnal, és kilövi a bal alsót. Remek találat Jakab Dávidtól a 34. percben, 8-5. Újra szoros. Hát természetesen ez pici iróniával mondom, de nagyon örülünk annak, személy szerint én legalábbis igen, hogy 3 gólra vagyunk csupán a vendégektől egy 13 gólos mérkőzésen. Ebből 5-öt mi rúgtunk. Ez abszolút dicséretes teljesítmény a 7 gödöllőitől, hiszen összesen ennyien vannak itt a mai napon. Baranyai csak oldalvonalon kívülre tudja rúgni a labdát, Pintérhez nem jut el. Matkovicsig hátra kerül a labda. Szegi. Ő is szerzett már gólt. A második győri találat fűződik a nevéhez. Santos viszi el, majd Baranyai, Nagy Rolinak passzol középre. Pintér, ő azért viszonylag friss. Pintér középre. Ott már nem sikerült Jakabnak labdát szereznie. Jakab nem szabálytalan. Nyugodtan, higgadtan hozzák fel a labdát a vendége. Santos középre. Remekül helyezkedik ezúttal is Hegedűs. Baranyai megpróbálta betenni Pintérhez, de Pintér két ember között nem tudott kibújni. Santos. Santos beteszi ismét a kapufa, de bent van! Hát ezúttal is címbalonszögből. Hegedűs most már nagyon mérges. Perel egy picit a csapattársakkal. Nézzük. Igen, hát nincs ott senki. Gyakorlatilag senki. Egy az egybe üresen marad, és nagyon szerencsétlenül a bal hónaljáról pattan be tulajdonképpen a labda. A 36. percben megszerzi 9. gólját is a vendég együttes. Ne rúgjanak többet. Ez a labda hosszú. 4,5 perc van hátra a találkozóból, amikor 9-5-re vezetnek a bajnok győriek. Jakab nem tudja átvenni ezt a labdát. Elrúgja előle Santos. Lovrencsics Balázs a képen remekül játszott, meg is sérült egy picit. Nagyon sokat kapott, látszik is, hogy egy kissé sántít, de fogát összeszorítva küzd, és nem adja fel, segíti csapatát. Baranyai, Lovrencsicssel, kis területen, Baranyai adja el, aztán Lovrencsics kis ilyen szabálytalan, Horváth Gergő visszateszi Szegine. Jaj, de flagma volt ezúttal Santos, de
talán megteheti, hiszen 9-5-re vezet csapata, az aranyérem már ott lóg a nyakában képletesen. De rossz hírem van, egy újabb pontrúgás a gödöllői kapu közelében, és a pontrúgások a mai napon nem jelentettek nekünk jót. Kevesebb, mint 4 perc van hátra a találkozóból. Lovrencsics ezúttal, ő kerül helyzetbe, hál' Istennek ő nem akar gólt lőni Hegedűs kapujába. Santos védi a lövését, Hegedűs, szerencsénk volt ezúttal. Nem Santos, Fábio, bocsánat. Hát azért úgy tűnik, hogy győriek szívesen rúgnának 10 gólt a mai mérkőzésen. Azért jó lenne, hogyha ezt mi nem engednénk nekik. Fábio. Fábio teszi jobbra. Santosnak. Fábio kapufa! Micsoda lövés volt ez is. Aztán Horváth Gergő szabadít fel, hál' Istennek. A csúsztatás nem jut el Lovrencsics Balázshoz, viszont megzavarjuk ezzel a győrieket. Kint van a labda az oldalvonalon kívül. Egy picit több, mint 3 perc van hátra. A vendégek edzője jelezte, hogy a következő lehetőségnél cseréljenek, és jöjjenek a friss emberek. Gödöllői pontrúgás, ami kevésbé veszélyes a mai napon, mint a vendégeké. Lovrencsics hátra Jakabnak. Jakab, hát épp akartam mondani, hogy ez nem lövő helyzet. Dávid ellőtte ennek ellenére. 2 mezőnyjátékos és egy kapus állt közte és a gólvonal között. Lovrencsicssel szemben nem szabálytalanok. Drót, aki 3 gólt szerzett a mai napon. Drót ismét, kipattan a labda Nagy Roland lábáról. Kevesebb, mint 3 perc a mérkőzés végéig. Egy kapáslövés. Santos fejéről hagyja el a játékteret a labda Hegedűs Ferenc. Még egy utolsó hajrára buzdítja társait. Nem volt kint. Most van kint, és sajnos Baranyai Pál lábáról hagyta el a labda a játékteret. Santos fogja berúgni. Nagy Zsolinak passzol. Baranyai. Baranyai teszi előre, remekül. Lovrencsics. Lovrencsics botladozik. Már a fáradtság lett úrrá rajta, úgy tűnik. Harnis. Lódi teszi Drótnak. Lódi ismét. Harnis Ákos. Szépen tartja ezúttal is a győr a labdát. Lódi középre. Nem jut el Harnishoz. Baranyai ki az oldalvonalhoz. Jakab. Ő viszont visszafordul. Jenei teszi hátra Baranyainak. Baranyai most már a félpályán túl. Nagy Roli, Baranyai, most már a hatosukon belül vagyunk. Baranyai próbálta éles szögből spiccel ellőni, másfél perccel a vége előtt. Szöglet. Baranyai. Jó lenne egy gödöllői góllal zárni ezt a mérkőzést. Megérdemelnék a fiúk. És egyelőre a győri térfélen a labda. Baranyai. Nagy Rolandhoz. Ha netán szabálytalankodnának a győriek, ugye, már 5-nél járnak, akkor járna nekünk egy büntető, ami persze nem egyenlő a góllal, azt értékesíteni kell, és hát nem olyan könnyű, ahogyan azt láthattuk is. Ma a győrieknek is volt lehetősége, de kihagyta a csapat a büntetőt. Matkovicsról megy a labda ki. Jakab szöglete következhet.
Egy jó lövés, mellé. 50 másodperc maradt hátra a mérkőzésből. Azt biztosan kijelenthetem, hogy utolsó hazai mérkőzésén a Győr ellenében vereséget szenved a Gödöllői Bikák csapata, de egy lehetősége még lesz a javításra és a pontszerzésre az Aramis otthonában az utolsó fordulóban majd. Nem sikerült a dobogó harmadik helyét megszerezni, ahogyan azt kitűzték a rájátszás előtt, ugyanis a rájátszásban nem sikerült egyelőre győzelmet sem elérni. Lovrencsics, Baranyai, na, Baranyai, Flegmár már remekül, Baranyai beteszi, a lövés gól, na, Baranyai csak kiharcolta, Jakab Dávid a gólszerzője, Baranyai remekül, Flegmán, amolyan komótosan, oda nézzenek, micsoda cselek, Bárdosi csak nyomozta ezúttal a labdát, aztán Matkovics nem tudja megfogni, kipattan, majd drót nem tudja elrúgni, és érkezik a másik 11-es, Jakab Dávid, 9-6, három gól csak a különbség a két csapat között, és még mindig támadunk, Lovrencsics, 10 másodperc van a végéig, 9, mellé megy a labda, jöhetnek a vendége. Csak a különbség a kérdés. Egy picit most már azért dühös a vendégek edzője. Annak ellenére, hogy a csapata valószínűleg megnyeri ezt a mérkőzést, hiszen láttunk már csodát, de azért 9 másodperc alatt 3 gólt rúgni, az még a futszában is lehetetlen, pláne úgy, hogy a vendégek hozhatják a labdát. Közben Harnis Ákost kell fegyelmezni még itt a végén. Olyan szép, sportszerű volt a mérkőzés, nem lenne jó, hogyha most elszabadulnának az indulatok. 8 másodperc van hátra a végéig. Jakab Dávid szabálytalan. Nem kellene most már ez, fiúk. Nagyon szép volt ez a találkozó, remekül helytáltatok. 9-6-os végeredményt szerintem aláírtunk volna a mérkőzés előtt, és ez a végeredmény. A Győri Eto 9-6-ra legyőzi a Gödöllői Bikákat a mai mérkőzésen. Dos Santos, illetve bocsánat, azt mondja, hogy López úr és Szente beszéli meg a látottakat, és 9-6-ra a Győr nyeri a találkozót. Kedves nézőink, én mára megköszönöm a figyelmüket, egy jó mérkőzést láthattak azok, akik velünk tartottak. Véget ért a futsal bajnokság hazai része a gödöllőiek számára. Szabados Istvánt hallották.